Sziasztok, Galaktika nézők! Az ígért Borges sorozatomhoz házi feladatot adok nektek. Mindjárt elmondom nektek, hogy melyik Borges novellákat fogjuk közösen elemezni és kibeszélni. Ahhoz, hogy ezt rendesen meg tudjuk csinálni, az kell, hogy ti is elolvassátok az adott novellákat, ha még nem olvastátok őket. Ígérem, egyáltalán nem hosszú novellákról van szó, a nagy része 5-10 oldal között van, kivéve az utolsó 1-2-t. Kb. 2-3 hetente fog megjelenni egy ilyen Borges sorozat videó, úgyhogy bőven lesz időtök mindig elolvasni és megemészteni. Mindez azért kell, hogy a videók nagy része ne azzal menjen el, hogy a történetet röviden elmesélem, mert sokkal érdekesebb nektek is, ha ti olvassátok el ezeket. Azért, hogy legyen valami koherencia a sorrendben, próbáltam úgy kitalálni, hogy az adott novellákból megérthessük Borges életét és életművét. Borges novellákat egyáltalán nem egyszerű elemezni, mivel egy borzasztóan művelt emberről van szó, aki ezeket a műveket inkább íróknak, irodalmároknak és filozófusoknak írta. Vannak rövidebb és vannak hosszabb novellák, amik akár 40-50 oldalasak is lehetnek. A rövidebbek viszont 2 és 5 oldal között vannak, mi inkább ezekkel fogunk foglalkozni, mivel ezeknek a története egyszerűbb, ellenben jóval tanulságosabb is, mint sokszor a hosszabbaké. Az utolsó 2 novella azért lett hosszabb, és azért hagyjuk azokat a végére, mert Borges is egyfajta önmaga irodalmi művészetének összefoglalásaként írta őket. Így mi is ebben az utolsó pár videóban próbáljuk meg összefoglalni, hogy miről is volt szó addig. Ígérem, igyekszem szerezni megfelelő beszélgetőpartnert, nem feltétlenül Marcit, hogy ne csak az én gondolataimat halljátok. És pont azért, mert szeretném, hogy ez nem feltétlenül egy egyoldalú dolog lenne, arra kérlek titeket, hogy legyetek aktívak a komment szekcióban, ugyanúgy, mint eddig, és próbáljuk meg együtt kivesézni azt, amit én nem feltétlenül tudok érinteni egy ilyen rövid párperces videóban. Természetesen rengeteg cikket és irodalmi forrást fogok használni, ezen ne lepődjetek meg, mindig megpróbálom ezeket megjelölni a leírásban, hogy akár ti is meg tudjátok őket találni. Szóval a következő novellákat fogjuk elemezni abban a sorrendben, ahogy most el fognak hangzani. Az első a Homokkönyv, a második a Paracelsus rózsája, a harmadik a Másik, a negyedik a Körkörös romok, az ötödik pedig a Tlön Ugbár Orbis Tercius. Szóval a következő videó a Homokkönyv lesz, olvassátok el, interneten is meg lehet találni. Ne felejtsetek el megosztani minket és feliratkozni, illetve nézzétek meg a másik csatornánkat, a Previously-t.